Sok szeretettel üdvözlöm a Milliómos Csinos YouTube csatornának a nézőit. Itt vagyunk Tájföldön, Pattaján, egy ingatlanfejlesztőnek a showroomjába bemutató termébe, és nagyon izgalmas dolgokról fogunk beszélgetni, nevezetesen tájföldi ingatlanbefektetési lehetőségekről. Beszélgető partnerem Horváth Ferenc, barátom és üzlettársam. Elsőként azt szeretném megkérdezni tőled, Feri, hogy tudom, hogy már körülbelül 12 éve, hogy Tájföldre, azon belül is elsősorban Pattajára költöztél. Mi az, ami téged idehozott? Mi fogott meg benned? Mi fogott meg ebben az országban? Üdvözlöm a nézőket. Hát természetesen a jó idő, kihívás és üzleti lehetőségek, ami főképpen az ingatlan piacra fókuszálva. Én úgy gondolom, hogy az egyik legerősebb turista desztinációval vagyunk, ezért is gondoltam akkor, hogy meg kéne ezt próbálni, ezt az utat is, és hát itt vagyok. Uh-huh. Miért ideális ingatlan befektetési helyszín Tájföld? És hát ugye azon belül meg itt Pattaján dolgozol, vagy dolgozunk Igen. együtt. Miért pont Tájföld, miért pont Pattaja? Mit mondanál a befektetőknek, érdeklődőknek, hogy miért érdemes itt befektetniük a pénzt? Hát elsőkorban ugye a jó idő, második az, hogy a legfontosabb turista desztináció Tájföld a világon. 35 millió turista jött 2017-ben, sajnos tavalyi adatom nincs, körülbelül 7-8 millió fő, aki Pattajára érkezett. Uh-huh. Na most azért egy az óriási potenciál, ugye nagyon sokan is élnek itt, tehát költöznek ki nyugdíjasok Nyugat-Európából. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és nagyon erős piac, az ázsiai piac. Ugye azt említettem az előbb, hogy több mint 10 éve, 12 éve költöztél ide. Milyen változásokat tapasztaltál ez a Pattaja? Hogyha összehasonlítanánk, az, hogy milyen volt Pattaja mondjuk 12 éve ezelőtt és milyen ma? Mit látnánk? Hát teljesen más. Rengeteg új épület épült, bevásárlóközpontok, hotelek. Infrastruktúrálisan is óriási fejlődött a város. Egyre több turista jön. Én úgy gondolom, hogy ez a város lesz Bangkok második, úgymond fővárosa. Nagyon-nagyon erősen nő. Hát hogy aztán mi lesz az elkövetkező 10 évben? Hát gyors vasút, repülőtért és egyéb komoly fejlesztések. Én úgy gondolom, hogy nagyon előre fogunk maradni ebben a városban. Igen, ezt látom én is, hogy mindig, mikor visszajövök, általában évente olyan kétszer szoktam ide jönni. Most ahhoz képest is, amikor legutoljára voltam, rengeteg sok változás van, az óceánpartot elkezdték tisztítani, újabb beruházások, még nagyobb beruházások, a Terminál 21 új üzletközpont megnyílt, ami tényleg egy gyönyörű, fantasztikus építmény. Egy Pattaja környezetében is, most tegnap is voltunk egy fejlesztőnél beszélgetni, tehát olyan új beruházású turista látványosságok vannak folyamatban, amik úgy gondolom, hogy azért tényleg egy nagyon nagy egyediséget fognak adni ennek a térségnek. Igen, az előbb beszélgettünk egy szintén ezzel a fejlesztővel, ahol ülünk. Mondták, hogy tervezi a kormány, hogy idehoznák esetleg a Disney stúdiót, ami szintén egy óriási turista látványosság lenne, nyilván ezt nem meglátjuk. Igen. És hát, ugye ami számunkra egy másik nagyon fontos dolog a turizmus mellett, az ingatlan befektetési Igen. lehetőségek. Milyen ingatlan befektetési stratégiákkal érdemes itt Pattaján operálni? Hát kétféle fő attrakciót tudunk ajánlani, a legjobb. Nyilván egy a bérbeadás, a második a tervezőasztalról való vásárlás, illetve a harmadik még másodkézből vásárolni nyomott áron ingatlant, és ezt a későbben értékesíteni, vagy azzal kombinálni, hogy egy-két évig bérbe adni, és akkor utána. Nagyjából ez a 2-3. Uh-huh. Még érdekes. Okay, ugye itt ennél a fejlesztőnél is, akinek most az irodájában ülünk, van egy új projektje, ahol elég speciális ajánlatuk Igen, van. Igen, ezt pár napja tudatták velünk, hogy ebbe a projektben lesz 3 évre 7%-os rentálgarancia. Tehát ugye, amikor elkészült az épület, megközelítőleg 2022-ben, minden évben 7%-ot a rentálgarancia. Ez jó egyébként, mert ez fix, úgyhogy
igen. Tehát ugye ez mindenféleképpen egy jó befektetési stratégia lehet. Így van, így van. Illetve még azt hozzátenném, hogy ugye nem kell az egész pénzünket beletenni, tehát egy 25-30%-os kezdő részlettel tudjuk kezdeni megvenni az ingatlant, építkezés, ahogy halad, úgy kell fizetni a maradék 45%-os, és akkor a végén, ami a fennmaradót. Tehát ez nagyjából ez így, igen. Így történik a tervező osztály. És ne felejtsük el, hogy közben az árak emelkednek. Így van, tehát előző, hogy beszéltünk a tulajdonossal, és mondta, hogy évről évre mennek fel a telekárak, így ezáltal a maga az ingatlannak az ára is, tehát ez a dupla, tehát kapunk 3 évre 7%-ot, évenként, és akkor még ugye a félben az ára, ez a profit. Igen, tehát ezt sajnos elég durván tapasztaljuk mi is, hogy az árak emelkednek. Ugye egy pár évvel ezelőtt történt a rubel válság. Igen, 2014-15, amikor leesett az olajáron, már mindenki emlékszik. Ugye a fő piac itt az orosz piac volt, tehát ők vásároltak. Ugye ez megtörtént, ez a probléma, innentől kezdve letopták az árakat, hogy meneküljenek, meg kellett a pénz, problémába kerültek, és ezáltal voltak a piacon olcsó lakások. Értékesítettünk nagyon sokat mi is a saját befektetőinknek, de ugye telnek az évek, futnak ki ezek a jó lehetőségek. Aki már vett, szerintem az jóját, aki még nem, azt húzzon bele. Igen. Ezt tudom ajánlani. Igen, azt látjuk, hogy egyre jobban kifutnak ezek a lakások, és egy pár hónappal ezelőtt még mondjuk ilyen másfél millió batos áron, ami forintba átszámolva egy ilyen 13 millió forint körül áron új építésű luxus lakásokat, luxus lakóparkban lévő lakásokat tudtunk kínálni befektetőknek. Ugye ezek általában olyan resort típusú lakóparkok, amik több háztömbből állnak, medencék körülöttük, van olyan resort, ami akár 7 medencével is rendelkezik, konditerem, van, amelyikben kis bevásárlóközpont is van, és hát bizony jóval alacsonyabb árakon, mint amit akár Magyarországon, Budapesten, vagy a nagyobb vidéki városokban megszoktunk, tudtak, meg még most is elvétve tudunk ilyen ingatlanokat a befektetőknek szerválni, viszont azért egyre nehezebb ezekhez hozzájutni, ezek futnak ki, és az új projekteknél azért az árak magasabbak, bár azért tegyük hozzá, hogy még azért mindig vannak jó lehetőségek. Így van, így van. Tehát ugye az egyik stratégia, amikor mondjuk egy ilyen bérleti garanciát nyújtó projektben vásárol valaki, a másik stratégia, amiről beszéltünk az előbb, amikor másodkézből mondjuk egy másik befektetőtől, vagy egy másik eladót, egy motivált eladótól veszünk át egy szerződést piaci ár alatt, és azt bérbe adjuk. A harmadik stratégia pedig, amikor tervasztalról vásárol valaki egy vagy akár több lakást, és ahogy a projektnek megy fölfele az ára, szépen úgy adogatja el. Ugye itt egy pár napja voltunk egy olyan fejlesztőnél, aki szintén ugye tervasztalról kezdte el értékesíteni a lakásait, és például egy promóciós árat kínál ilyenkor, hogyha valaki több lakásra száll be, így van. Arra van lehetőség, mondjuk 2-3-4-5 lakásra befizetni, nyilván az ár nyomottabb, és ugye nagyobb lehetőségünk van a több profitra. Nyilván, hogyha azt választjuk, hogy MTA garancia veszünk, hogy semmi dolgunk nincs, hogy ki kell fizetni a lakást, és 3 havonta, egy fél évente fizetik az esedékes összeget, abban az esetben, ha másodkézből van, nyilván a mi cégünk erre ugyanúgy alkalmas és menedzseri az ingatlanokat, mert az esetben nyilván menedzselni kell az ingatlanokat, ez is megoldható természetesen. Igen, és hát ugye ez a mondjuk a magyar ügyfeleknek egy óriási nagy előny, hogy magyarul kell a kapcsolatot tartani valakivel. Igen. És hát ugye azért az elmúlt években tapasztaltuk, hogy olyan szinten leveszed, vagy a céged leveszi a menedzseléssel kapcsolatos terheket az ügyfeleknek a válláról, hogy a legtöbb ügyfélnek csak annyi dolga van, hogy a bérbeadásból befolyt összegeket fogadja. Így van, éve egyébként minden hónapban küldünk minden kedves ügyfelünknek teljes riportot, amin látjuk, hogy mi történt a lakással, milyen bérbe volt, mennyi bőlt, mennyibe került a bérletüdés, stb. Tehát ezért teljesen rövid vagy hosszabb távra
lehet inkább kiadni az változó miatt? Változó, minimum egy hónapra szoktuk. Nagyon sokan jönnek egyébként Pattajára, főleg a szezonban, ami egyébként novembertől március végéig tart. Nagyon sokan jönnek egy-két-három hónapra, vagy akik itt élnek hosszú távon, vagy itt dolgoznak, hosszú távon, tehát ez nyitott. Külföldiek hogyan vásárolhatnak itt lakást? Ezt nagyon sokan szokták. Igen, ez egy fontos kérdés, tőlem is sokan kérdezték, mert van egy ilyen, nem azt mondom, hogy tévhit, de Pattajával kapcsolatban tévhit, hogy itt csak 30 évre lehet vásárolni. Igen, ez így van a szigeteken, Koh Samui, Phuket és egyéb helyeken, hogy 30-30-30 évre lehet meg, összesen 90 évre. Ezt leasehold-nak hívják, ami Pattaján van, az freehold, tehát saját névre megvehetjük. Ez úgy történik, hogy mi külföldiek nem vásárolhatunk telket. Aki például a családi házat szeretne venni magának, tájcéget kell alapítani, és a tájcég veszi meg. A lakásnál is hasonlóképpen lehet, ami úgy néz ki, hogy egy épületben négyzetméter arányosan van kiszámolva, 51%-ban táj természetes személy, vagy tájcég vehet, és 49%-ban vehetjük meg saját névre. Tehát saját névre vásárolhatunk. Tapasztalatom szerint a külföldiek általában jobban preferálják a mert picit félnek ettől, tájcéget kell alapítani, meg a költségem egyébként nem sok, mert a cég nem dolgozik, nyilván nem dolgozik, mert az ingatlannak a tulajdonosa. Így 15 ezer bátos éves költsége van, amit a mérlek. Az ár olcsóbb az ingatlannak, hogyha tájcégre van, ugye hogy a táj helyi piac, így mondva ők olcsóban vesznek, illetve hitelre tudnak vásárolni, ezáltal az ő áruk az olcsóbb, mint a külföldi kvótásé. Tehát így, ha bérbeadásra veszünk, akkor jobb számok jönnek ki, mert a bekörülő költségek olcsóbb, mint hogyha saját nyúlva. Igen. Ennyi különbsége van egyébként. Igen. Azt is, hogy arról is beszélünk egy picit, hogy milyen finanszírozási lehetőségek vannak. Ugye Európában azért megszoktuk a banki finanszírozást itt Tájföldön. Külföldiek számára ugye ez nem igazán lehetséges. Sajnos nem. Tehát banktól mi külföldiek nem kaphatunk hitelt. Vannak cégek egyébként, akik ilyenekkel foglalkoznak, 50%-ot megfinanszíroznak. Most pontosan nem tudom, hogy milyen kamattal utána kell menni, de inkább ez készpénzes vásárlás. Vagy hogyha ha nincs úgy annyi pénzünk megvenni egy lakást, akkor akár a tervezőasztalról is lehet, fizetgetjük, és akkor később érnek profittal eladni. Tehát ez egy másik. Igen, ugye itt még ugye egy pillanatra visszatérünk a tervezőasztalról történő vásárláshoz. Ugye ebbe az a ráció, hogy relatív egy kis összeget kell beletenni, mondjuk egy 25%-kal, 20-25%-kal egy lakást le tudunk foglalni, és a fennmaradó összegeket ugye részletekbe kell mondjuk 3 havonta, fél évente fizetni, menet közben viszont megy föl a projektnek az ára, tehát 10%-ot, 20%-ot emelnek. Ugye nekünk az ingatlan bekerülés értékének csak egy kis része van benne, viszont maga a profit a teljes vételáron jelentkezik, így van, tehát így van. Itt egy hatás többszöröző hatás lép életben, és ennek köszönhetően akár úgy tudunk kiszállni egy adásvételből, hogy a ténylegesen betett pénzre akár 50%-ot is tud realizálni a befektető, vagy ne adj Isten, akár még többet, ha szerencséje van. Így van, így van. De azért, milyen pozícionálásban van véve az ingatlan, tehát medencére nézve, tengerre kilátás, attól függ, hogy milyen a bizonyos projekt, kisú, milyen az időzítés, mikor, tehát ezek nagyon-nagyon sok mindenen múlik. A fejlesztők általában, tehát a kezdettől az elkészültségig megközelítőleg 25%-ot emelnek az áron. Az imént szintén ugye beszéltünk erről, hogy volt egy másik projekt, ami a legelején 58 ezer bát-tól kezdődött a négyzetméterre, és most, hogyha egy tájügyfél meg akarja venni azt a lakást, a bank 85 ezer bát per négyzetméterre értékeli fel. Tehát ez a bank értékelés, ami nyilván és valós, mert bank annyi két-három év. Ez olyan kb. 3 év, tehát tehát nagyon fontos az időzítés, hogy mikor tudunk. Igen, tehát a nézők kedvéért, tehát egy tájban most körülbelül 8,5-9 forint között mozog. Ez egy másik nagyon érdekes dolog. A
a 2008-as válság elején, akkor egy bát 5 forint volt. Ma 8,5 és 9 felé közeledik. Igen, ez egy fontos komoly árfolyamnyereség lehet a bátokat vásárolni. Illetve hát nem tudjuk a tendenciát. Viszonylag, bocsánat, visszatérve még a tájbátra, egy viszonylag erős valuta, nagyon erős a rizsexportjuk és a turizmus, ez a két fő bevétel a tájföldnek. És egy fontos kérdés szokott lenni az adózás. Igen. Konkrétan ingatlanadó nincs, tehát nincs olyan fajta fizetnivaló, hogy avonta vagy évente kell az ingatlan után. Ez az ingatlan megtartására, igen, a birtoklására érdekes? A földhivatalban, amikor átiratjuk, a nevünkre kerül a tulajdoni lap, akkor fizetni kell egyfajta adót. Konkrétan ez a 6,3%. Na most ugye, ha a fejlesztőtől veszük az ingatlant első körben, az átírásnál általában 1%-ot kell fizetni, ha viszont másodkézből veszük is már, de tulajdonképpen nevet kell cserélni, tehát nem szerződés, ebben az esetben a vevő és az eladó fizeti 50-50%-ba, ez a megszokott stratégia. Bérbeadás után adózás? Ez egy nehéz kérdés. Nem igazándiból van. Igen, nem találkoztunk még. Igen, nem találkoztunk még vele. Fizetett volna, hozzá kell tenni, tájföld az, bár ugyan, hogyha valaki céget csinál, annak van adószáma, nyilván, viszont... Nyilván az adó kötelesség. Magánszemélyként... Igen, nem annyira, tehát félig, mondhatjuk azt, hogy félig ilyen offshore jellegű ország, mert bár ugyan van adószám, viszont nagyon, nagyon nem jellemző, itt nagyon nagy gondban vannak sokszor, hogyha számlát kell kiállítani. Múltkor egy szállodában voltunk ott is, akkor számlát kértünk, vagy az üzleti partnerünk számlát kért, hát ilyen napokba telt, mire sikerült nekik. Igen, megszólni. Nagyobb cégek egyébként bevásárlóközpontokba, bútort, ahol veszük, ott adnak számlát, de kisebb éttermek, kisebb cégeknél az nagyon-nagyon nehéz kérdés. Sok európai befektető ezért és nagyon szereti tájföldet, mert otthon a saját országukba, mondják, hogy a gatyájukba is benéznek, itt pedig hagyják őket élni, hagyják érvényesülni. Igen, sok adó, főként Amerikában is. Itt nincsen már ezzel megfojtva piac, úgyhogy ez itt sokkal könnyebb szerintem. Igen. És hát ugye ami miatt mi nagyon sokan szeretik tájföldet, hogy a kellemes, nagyon jól össze lehet kötni a hasznossal, tehát nincs jobb annál, amikor az ember egy olyan helyen tud dolgozni, ahol napfény van, óceán, pálmafák, kedves emberek, és ezt nagyon-nagyon sokan kultiválják. Igen. Mint ahogy mondottam is, nagyon sok fiatal is kijön egyébként hosszú távra, vagy a nyugdíjasok. Egy fontos kérdés jutott még eszembe. Ha valaki tájföldön ingatlant szeretne vásárolni, nyilván mi azt preferáljuk, hogy kijön az illető és megnézi saját maga. Viszont meg lehet-e oldani úgy a vásárlást, eladást, akár, hogy az illető személyesen ne legyen? Igen, többet is lezártunk olyan üzleteket, ami úgy volt, hogy az ügyfél nem is látta a lakást, csak fényképeken. Ezt mindent ügyesen szakszerűen lezongoráztunk, most éppen egy eladásban vagyunk. Ugye meghatalmazásokkal és egyéb papírokkal ezt meg lehet csinálni. De természetesen az ügyfelem múlik, hogyha ki akar jönni, biztonságosabb neki, akkor természetesen. Ezt hívják igazi passzív jövedelemnek, amikor az ügyfélnek ténylegesen csak a pénzét kell valamiből beletenni, és jön a bérleti díj belőle, vagy egy viszonteladásnál, hogy automatikusan jön a profit. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon sok profitot kívánok magunknak, de legfőképpen az ügyfeleinknek. Sziasztok! Sziasztok!